Súlyos sérüléseket szenvedett az a 12 éves fiú, akit egy 31 éves helyi férfi bántalmazott Szekszárdon a Veselényi utcai játszótéren. Emellett egy másik gyerek bicikliét is megrongálta. Az eset egy korábbi vélt vagy valós sérelmet követően történt, végül a fiú apja tett feljelentést a rendőrségen. Kollégáim azonnal nyomozásba kezdtek, és viszonylag rövid időn belül sikerült azonosítaniuk az elkövetőt, egy helyi férfit, aki azonban mindenféle rendőri idézés ellenére nem jelent meg a hatóságok előtt, eltűnt. Emiatt a tegnapi napon kollégáim kiadták körözését tartózkodási helyének megállapítása céljából. Ennek eredményeként a férfi végül néhány órán belül saját maga sétált be a szekszárdi rendőrkapitányságra és elismertetették. A 31 éves szekszárdi férfit munkatársai gyanúsított kihallgatását követően őrizetbe vették. Őt egyébként súlyos testi sértés büntet és rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az egyenruhások még vizsgálják, hogy történtek-e az eset kapcsán további bűncselekmények.